Számomra egy kicsit irreális volt, hogy egyiket a tévében néztem, másikat élőbe. Ez elég faramúci helyzet, én úgy gondolom. Nem biztos, hogy a legjobb megoldás a döntő eldöntésére, de az a lényeg, hogy mi nyertünk, úgyhogy innentől kezdve nagyon-nagyon boldog vagyok, és hihetetlen, amit ma is a csajok csináltak, tehát látszott minden egyes percben, hogy mindenkinek fáj mindene, de az utolsó percig harcolt, és úgy gondolom, hogy talán ezért ez az egy gólocska minket szerencsésebben érintett. Ez ahhoz kérdezett, hogy bajnok legyen, én ezt abszolút megértem, csak egy kicsit a csapatomat is megvédjem, így azért ilyen fiatal társasággal nagyon nehéz érvényesíteni bármit is. Úgyhogy még egyszer gratulálok, és további sok sikert kívánok a győrnek. Pedig nem próbálom tévét kezdeni, hogy dolgozni tovább, és ezt nagyon értem is elfelejteni. Elég kemény volt itt az utolsó percekben, hogy most akkor merre fog menni ez az eredmény, de hál' Istennek felnéztem a VIP-be, és láttam, hogy mindenki örül, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Itt a VIP-be ment ugye felváltva a Fradi meccs, úgyhogy nagyon-nagyon irreális volt az utolsó egyperc, hiszen előbb lett vége a mi meccsünknek, a Fradinak volt még egy szansza támadni azért, hogy ugye ők legyenek a bajnokok. Úgyhogy csak annyit tudok, vagy annyira emlékszem, hogy talán mellé dobta valamelyik, és nagyon-nagyon boldogok voltunk, és rohantunk le a csajokhoz, és mondani nekik, hogy most már ők is ünnepeljenek. Én az elején tudok kezdeni, nem leszek puszta, csak így, ahogy kezdik a mérkőzés, már az öltözőben azért tényleg egy olyan fáradt csapat ült, de nagyon motivált, és azt beszéltünk meg, hogy most nem azzal foglalkozunk, hogy kivel játszunk ki az ellenfél, hanem tényleg olyan excesszusban, mint hogyha egy BL-ből játszunk, és hogyha azt a színvonalat, mármint azt a harcosságot és azt a védekezést teljesíteni, akkor úgy gondolom, hogy is úgy gondoltuk, hogy akkor már lehet, és akkor majd meglátjuk, hogy mit hoz a másik mérkőzés. De mi szívünket, lelkünket kiraktuk, beleraktuk, nyertem rengeteg bajnoki aranyat, hál' Isten. Pályafutásom alatt, de még ilyet nem. Mi zajlott le a fejedben egyébként abban az utolsó két percben, amíg csak vártatok arra, hogy mi lesz olyan a másik oldalon? Borzasztó volt. Ezt nem szeretném még egyszer átélni, őszintén megmondom, de kellett ember életében egy ilyen. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon izgult, hogy most akkor hogy jövünk ki belőle, de mi jöttünk ki jól, úgyhogy örülünk neki. Azért ez a két perc azért, hogy őszinte legyek, ott nem sok esélyt adtam rá, hogy bajnokok legyünk. De aztán, amikor Tomon is úgy megláttam a diákikból, hogy ott tanulom őrkékkel, akkor az valami hihetetlen érzés volt, és tényleg gratulálok a csapatnak, mert ez a szezon ez nagyon-nagyon kemény volt, nagyon sok sérült játékosunk volt, és nagyon-nagyon kellett harcolni. Szerintem a múlva mások. Nem tudom, hogy a szünetben beszéltél a csajokkal, és akkor mennyi infót adtál át abból, hogy te mit láttál az első fél időben a másik meccsen? Folyamatosan ugye ez a gólkülönbség volt a lényeg, tehát azt mondtuk, hogy mennyi van közte. Fél időben annyit lehetett elmondani, de végülis az volt a lényeg a fél időben is, és a meccs előtt is, hogy minél jobban daráljunk, minél több gólt tudjunk dobni, aztán majd az élet eldönti a végén, hogy ez kinek jó. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy mi kitettük a szívünket is, gondolom a Fradi is, de most mi voltunk a szerencsések. Én emelem a kalapom a lányok előtt, akik nap mint nap, hétről hétre, holnapról holnapra tényleg olyan munkát végeznek, akik tényleg azt mondom, hogy ezért érdemes itt kézilabdázni, hiszen ezt látjuk, hogy ilyen emberek vannak itt, ez az akarat, ez hihetetlen, hogy mennyire megvan ezekben a játékosokban, és azt gondolom, hogy az a munka, amit beleraktunk, az így most jól jött ki belőle, úgyhogy örülünk.